Sziasztok! Örülök, hogy ismét velem vagytok. Ezen a párás kora őszi reggelen, ugyanúgy, mint a többi reggelen, nem maradhat el nálam a kávé. A kávét én valamilyen tejkészítménnyel szoktam inni. Lehet az tehéntej, de akár bármelyik növényi tejjel is szívesen megiszom. Ebben a videóban megmutatom, hogyan készítem itthon nagyon-nagyon egyszerűen a növényi tejeket. Amíg a kávé készül, addig felteszek egy teát is reggelire. Érdemes azért tudnotok, hogy a teatermesztés ökológiai lábnyoma, elsősorban a vízlábnyoma, sokkal-sokkal kisebb, mint a kávéjé. Ezért, hogyha le tudtok mondani a kávéról a tea javára, akkor már tettetek egy lépést a környezetvédelem felé. A növényi tejek többségét én nagyon szeretem. Sokkal krémesebbek, sokkal sűrűbbek tudnak lenni, mint az állati eredetű tej. Így én szívesen fogyasztom a zabtejet, vagy a mandulatejet, mogyorótejet egyaránt. A hulladékmentes megoldásról azonban itt sem kell lemondanom, hiszen akár a mogyorótejet, vagy a mandulatejet nézzük, akár a zabtejet nézzük, vagy a rizstejet, mindegyiket nagyon egyszerű házilag elkészíteni. A növényi tejek elkészítéséhez szükségetek lesz egy erős turmix gépre. A zabtej elkészítése pedig a következő. Tegyél 2 evőkanál nagyjából 50 g-nyi apró szemű zabtejhet a turmix gépedbe. Önts hozzá 1/2 liter hideg vizet. Hideg vizet én azért szeretem jobban, mert így a zabtej nem lesz nyálkás. Ízesítésként én egy kis adag mézet és egy csipet sót is teszek hozzá. Méz helyett egyébként használhattok bármilyen édesítőszert vagy ízesítést a zabtejhez. Nagyon jól illik hozzá például a vanília aroma is. Turmixold össze magas fordulatszámon a keveréket, és aztán már csak annyi a dolgod, hogy leszűrd. A zabtej leszűréséhez, ugyanúgy, mint a mogyorótej leszűréséhez, használhatsz egy tiszta kendőt, de akár egy sűrű, apró lyukú szűrőn is megteheted ezt. A zabtejet ilyen egyszerűen elkészítheted. Csupán pár perc szükséges hozzá. A mogyorótej és a mandulatej elkészítéséhez egy kicsit több idő kell, hiszen elő kell készülni hozzá. Előző este a mogyorót vagy a mandulát áztasd be hideg vízbe. A zabtejhez hasonlóan a magyarót és a mandulát is turmixgépben készítjük, vizet kell hozzáadni, és ugyanúgy ízesítésképpen mézet, egy kis sót. Én egy marék magyaróhoz közel 1/2 liter vizet öntöttem, minél több magyarót adtok a vízhez, annál töményebb, sűrűbb lesz a mandula vagy a magyarótej. Ezt a növényi tejet is textilen fogom átszűrni.
Az abtejhez képest a mogyorolt tej leszűrése után sokkal több száraz anyagtartalom marad fenn. Ezt felhasználhatjátok akár reggelihez, akár süteménykészítéshez, de kidobni mindenképpen vétek lenne. Az így elkészített növényi tejeket körülbelül 2-3 napig hűtőben tárolhatjátok. Ezért nem érdemes túl sokat csinálni egyszerre. Én alkalmanként fél liter vízzel készítem őket, és így körülbelül 6-6,5 deci növényi tejet kapok. A zabtej és a mogyorolt tej elkészítéséből megmaradt száraz anyagból pedig elkészítem a reggelimet. Növényi tejjel kicsit összefőzöm, aztán ízesítem. Tehetsz hozzá friss vagy aszalt gyümölcsöt, magokat, zabpelyhet vagy bármilyen gabonapelyhet, de akár lekvárral és szörpel is ízesítheted. Fogyasszátok egészséggel! Köszönöm, hogy ismét itt voltatok velem, remélem nektek is hasznos volt ez a videó, és hát bízom benne, hogy megszeretitek ti is a növényi tejet, pont úgy, ahogy én. Ha tetszett a videó, megköszönöm, hogyha jelzitek ezt egy lájkkal, és megmutatjátok a barátaitoknak is. Legközelebb ismét találkozunk, várlak benneteket, sziasztok!